Sziasztok, Svet Zsolt vagyok, a Tech Videót nézitek a 2017-es Mobile World Congressor. Kezemben pedig egy nagyon érdekes új eszközt láthatjuk, a Gyroptik IO-t, ami egy iOS-es 360 fokos kamera. Hogyha csatlakoztatni szeretnénk az eszközeinkhez, lehet az bármilyen Lightning csatlakozós iOS-es készülék, legyen az egy iPhone 6, 7, 5, illetve még iPad-ek is. Annyi dolgunk van, hogy fejjel lefele egy látható van rajta egy Lightning csatlakozó, ezt egyszerűen konnektáljuk a telefonhoz, ami egyből elméletileg meg is nyitja nekünk a hozzátartozó szoftvert, amiben már is tudunk 360 fokos videókat készíteni, látható, hogy körbe tudunk navigálni benne, és nem csak videót, természetesen képeket is, illetve még akár YouTube live videót is tudunk közvetlenül innen az alkalmazásból készíteni. Terve van az, hogy Facebookra is fognak csinálni live funkciót, szóval akár Facebookra is egyből csinálhatjuk a 360 fokos live videóinkat. Például, hogyha megnyomom ezt a gombot, akkor látható, hogy itt elkezd nekünk videózni. Ezt tudom össze-vissza forgatni, amint ez itt látható. Tehát tudok menni a fotóra, például. Akkor itt fotót tudok csinálni, de hát ugyanazon az elven fog nekünk működni. Itt meg tudjuk tekinteni a korábbiakat. Látható, hogy a telefon giroszkópjának köszönhetően akár így is meg tudom nézni, vagy akár így tudom forgatni is. Ez most egy 360 fokos videó, mint láthatjátok. És így akár látható, hogy ki is lehet teljesen teríteni a képet, hogy egyszerre mutasson egy képernyőn mindent, ez is nagyon érdekes, nagyon jó hatást kelt, vagy akár látható, hogy VR szemüvegekkel is lehet így majd használni. Egyszerűen meg tudjuk osztani a képet, vagy a videót akár Facebookon, vagy YouTube-on, ahol szintén így 360 fokba lehet megtekinteni, illetve még a gyártónak van iMessage bővítménye is, szóval akinek nincsen például telepítve ez az alkalmazás, és iMessage-be elküldjünk neki egy 360 fokos videót vagy képet, akkor az ott már közvetlenül alkalmazásba látni fogja. A készülékről még igazából annyit érdemes tudni, hogy már kapható, viszont jelenleg nem elérhető, mert kifogyott a készlet, $250 áron, és szerintem ebbe az egy színben érhető el. Ez lett volna egy gyors bemutató videója az IO 360 fokos kamerájának, amit iOS-es készülékekkel tudtok használni. Még a cég tervezi különben, hogy a későbbiekben androidos eszközökhöz is elérhetővé fogja tenni ezt a készüléket. Én Svet Zsolt voltam, Tech Videót néztétek, 2017-es Mobile World Congressről. Sziasztok!